Hiába kérte az Unió az ellenkezőjét, az ellenzék szerint továbbra is áthelyezhetők politikai ügyek más bíróságokra. Az MSZP-s Bárándi Gergely az alaptörvény negyedik módosításához kapcsolódó törvénymódosítások vitájában azt mondta, elképesztő, hogy a kormány a nemzetközi szervezetek által is kifogásolt passzusokkal bánik. A kormány szerint viszont a kezdeményezett változtatások garanciát jelentenek az európai normák betartására. A törvény meghatározza azon ügycsoportokat, amelyek esetében a jogszabály alapján illetékes bíróság helyett más bíróság jelölhető ki. Az unió intelmei ellenére továbbra is lesznek ügyek, amelyek az országos bírói hivatal elnökének döntése alapján áthelyezhetőek lesznek más bíróságra, kezdte expozéját az igazságügyi államtitkár. Répási Róbert szerint ez csak akkor lehetséges, ha az adott bíróságon fél éves időtartamban az országos átlagot meghaladó az ügyszám. Ráadásul van kivétel is. A bíróság kijelölésének intézménye nem lenne alkalmazható azokban az ügyekben, amelyekben az Európai Unió kötelező jogi aktusának alkalmazása merül fel. Ezzel kibújt a szög a zsákból. A szocialisták vezérszónoka szerint a tervezet nem más, mint egy politikai szándék, amit szakmai köntösbe bújtatnak. Bárándi Gergely szerint ugyanis a politikai természetű ügyeket továbbra is át lehet majd helyezni, de például egy Baumag vagy egy Móri gyilkossághoz hasonló ügyet nem. Egyszerűbb lett volna, hogyha a büntető eljárási jogba bevezetik a politikai ügy kategóriáját, és oda zanzásítják ezt a szempontrendszert, és akkor itt ebben a törvényben például sokkal egyszerűbb lett volna kimondani azt, hogy áthelyezhetőek, kettős pont, a politikai ügyek. A Fidesz szerint azonban erről szó sincs, hiszen éppen a szocialisták azok, akik politikai és nem szakmai kérdésnek tartják az alkotmány negyedik módosítását. A záró szavazás várhatóan jövő héten lesz az országgyűlésben.